Készül a kenyér ebben a Sokoró Pátkai péküzemben. Ehhez és a többi pékáruhoz havonta körülbelül 100 tonna lisztet használnak el. Az olyan 7 millió, 8 millió forint, és hogyha 10%-kal emelkedik a liszt, az havi szinten 800 ezer forint. Ennyi többletköltséget jelent nekik, ha emelik a lisztárát 10%-kal. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége szerint pedig a következő hónapokban erre lehet számítani. A búza ára ugyanis folyamatosan drágul, egy év alatt 15%-kal nőtt. A szövetség szerint a többletköltségek miatt a liszt is többe kerülhet. Nem csak az alapanyag árak növekedtek, januártól azért bélkorrekció is volt, már ez is önmagában komoly gondot okoz a malomiparnak, itt nagyon kis nyereséggel dolgozik az egész magyar malomipar. Csupán 1-2%-ról beszélünk. A főtitkár szerint a liszt kilójáért 5-10 forinttal kérhetnek majd többet, és már most is vannak olyan malmok, amelyek emelték áraikat. A drágulás pedig valószínűleg a péktermékekben is jelentkezik. Sokoró Pátkán úgy számolnak, hogy a kenyér árát kilónként 30-40 forinttal emelik majd, mert a liszt mellett a rezsi és a bérköltségük is nőtt. Körülbelül 10%-kal fog emelkedni a mi pékségünkben a péktermékek, és főképp a munkabérek, amik nagyon emelkednek, mi folyamatos feljelesztésben vagyunk, és itt a munkaerőt, a szakmunkás munkaerőt, aki érti ezt a szakmát, nagyon meg kell fizetni. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a drágulásnak nincs köze a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséhez. A béremelkedés elvileg lehet hatással sok mindenre, de közvetlenül nem tapasztaltuk ezt az áremelkedést, ezt a jelzést nem látjuk. Szerintem a kettő egymással összefüggésben nincs. A vállalkozók máshogy próbálják ezeket a problémákat, vagy az ilyen jellegű problémákat megoldani. Kerestük a Pékszövetséget is. Ők azt mondták, egyelőre nem akarnak találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mekkora áremelés jöhet.